Mennyi pénzt lehet keresni a YouTube-ozással? Ez az a kérdés, amit a legtöbbször megkapok nézőimtől. Erre is fogok a mostani videóban válaszolni, illetve többnyire olyan kérdésekre igyekszem válaszolni, amik az amerikai tőzsdével kapcsolatosak. Ez az első olyan videó, amikor. Konkrétan az egész videó csak nézi, nézői kérdésekről fog szólni, úgyhogy ha érdekelnek ezekre a kérdésekre a válaszok, akkor mindenképp maradj velem itt a videó végéig. Szóval mennyi pénzt lehet keresni youtube-ozással? Ezt nagyon-nagyon sokan kérdezték. Ismerősök is, nézők is, nagyon sok olyan ismerősöm van, aki látta egy-két videómat, és nem is azt kérdezte, hogy mennyi pénzt keresek én a, azzal, hogy befektetek az amerikai... Tőzsdén, hanem mennyi pénzt keresek azzal, hogy én erről videókat készítem és feltöltöm őket YouTube-ra. Nos, hát eh, erre a válasz az elég komplex, ugye én magamat tudom példának venni. Én tavaly november óta vagyok monetizálva YouTube-nál, ez azt jelenti, hogy tavaly november óta kapok azért pénzt, hogy videókat feltöltök. Uh, én az első videóm 2020. novemberében töltöttem fel, és 2021. novemberében monetizált a YouTube, szóval konkrétan azt jelenti, hogy egy éven keresztül abszolút de semmi pénzt nem kaptam azért, mert videókat töltöttem fel, egyszerűen szórakozásból csináltam, mondhatjuk. Úgyhogy uh, vannak bizonyos feltételei a YouTube-nak, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy te ezért pénzt kapj. Az egyik ilyen feltétel, hogy legyen ezer feliratkozód, a másik feltétel pedig hogy legyen az összes feltöltött videódra összesen 4000 órányi megtekintésed. Ha ez a két feltétel teljesül, akkor monetizál a YouTube és attól kezdve kaphatsz azért pénzt a, a már meglévő videóidra is, illetve minden új feltöltött videóra fizethet neked pénzt a YouTube Szóval nekem egy éven betelt, hogy, hogy monetizálásra kerüljön a csatorna, és ezt követően kaptam pénzt, ugye pont most telt el fél év azóta, és egyelőre azt tudom nektek mondani, hogy novemberben és decemberben épp, hogy egy 20-30 eurót, ha kaptam, viszont a március az már rekord hónap volt, márciusban egy picivel több, mint 100 eurót kaptam csak arra az egy hónapra, viszont áprilisban már megint kevesebbet kaptam, szóval nagyon fontos megérteni, hogy ez is nagyon változó, pont mint a, az amerikai részvénypiac, nem minden hónapban ugyanannyi pénzt kapsz, az is megtörténhet, hogy egy adott hónapban több pénzt, többen nézik a, a csatornádat, többen nézik a videóidat, mégis kevesebb pénzt kapsz, mint előző hónapban. Ugye attól is nagyon sok függ, hogy mennyi pénzt kapsz, hogy téged milyen országokból néznek. Például, hogyha te angol nyelvű csatornát csinálsz, és mondjuk Amerikából, Japánból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból vannak a feliratkozóid, akkor te jó eséllyel több pénzt fogsz kapni, mint azok, akik például magyar nyelvű csatornát csinálnak, mint én, és ugye alapból a legtöbb feliratkozóm és nézőm az Magyarországról van, szóval, hogy nagyon sokat számít az, hogy milyen országokból követnek. A másik dolog, amit még érdemes tudni, erről konkrétan nem tudok, hogy a YouTube honnan is tudja ezeket a dolgokat, de hogy számít, hogy milyen tartalmat töltesz fel, szóval, Nekem ugye most van nagyjából 2200 feliratkozóm, és, ennyi, és nagyjából 2000 feliratkozóm volt márciusban, mikor megkaptam márciusra a, a 100 eurót, ami nekem eddig rekord YouTube bevételbe. De nagyon sokat számít az, hogy milyen tematikájú videót töltesz fel. Szóval hiába van neked mondjuk 2000 feliratkozód, a mondjuk nem tudom milyen talk vagy főzős YouTube csatornák, vagy félármik, vagy vicces videók, azok nem kapnak ennyi pénzt 2000 feliratkozóval. Szóval több helyről is hallottam azt, hogy a, a legjobban fizetett youtuberek azok, akik pénzügyi témával kapcsolatban beszélnek. Szóval ez, ez is nagyon sokat számít, hogy miről is beszélsz a videóidban, mert a youtube ezt valahogy kategorizálja, és ennek függvényében kapod a pénzt, és nem ugyanannyi pénzt kapsz, hogyha mondjuk pénzügyekről beszélsz, vagy ha mondjuk főzőműsort csinálsz. Na, és miután megvan az ezer feliratkozó, utána tulajdonképpen az lenne a cél, hogy legyenek virális videóid, ami azt jelenti, hogy uh, ne feltétlenül kelljen az, hogy te heti szinten vagy két hetente vagy havonta feltölts videókat, hanem legyenek olyan videóid, amit a YouTube kidob keresésnél, ha rákeresnek adott kulcsszavakra. Hát nekem valami 80 videóm van most már feltöltve, és ebből mindössze kettő számít ilyen videónak, van egy revolutos, amit máig több mint tízezre megnéztek, és van egy részvényvásárlás ától z amit közel 8000-en, vagy már lehet túl is lépte a 8000 megtekintést. Ez az a két videó, amit napi szinten valamiért néznek emberek, ezt kidobja a Youtube, mikor rákeresnek emberek ezekre a szavakra. Ez a két videó nagyon-nagyon sokat dob amúgy a a havi bevételemen, mert hogyha nem lenne ez a két videó, és csak azokat a videókat néznék, amiket újonnan töltök fel, akkor, akkor egy picit kevesebb pénzt kapnék, mivel ugye jóval kevesebb megtekintésem lenne. Szóval nagyjából ennyit akartam beszélni a YouTube-ozásról. Nagyon sokan mondják, és nagyon sokan állítják, hogy ha te ennek neki akarsz fogni, akkor az komoly befektetés, mert kell vegyél egy profi kamerát, kell vegyél egy profi nem tudom mit. Nem igaz, én az első videóimat a telefonommal vettem fel, teljesen amatőr körülmények között. Mondjuk olyanok is lettek a videók, de hogy nem kell semmilyen profi eszköz az elején, hogyha úgy érzed, hogy neked ehhez kedved vannak, vágj bele, <laughs> csináld meg a. Fogd a kamerád, és vedd fel az első videót, szerkezd meg, és tört fel, hajrá! Amit még mostanában ugye gyakran megkapok kérdésnek, és most már térjünk át a részvénypiacra, az az, hogy nem félek-e a piaci összeomlástól. Ugye az S&P 500 idén egy mínusz 13%-os mínuszban van, amikor felveszem ezt a videót. Ö, hát erre egy nagyon egyszerű válaszom van, nem félek a piaci összeomlástól, egyáltalán nem félek tőle, ugye ha jól tudom, Warren Buffett mondta azt, hogyha nem tudod elviselni, hogy a, a, a pénzed akár 50%-ot veszít a, az értékéből másnapra, akkor ne fektess be a tőzsdére. Hát én konkrétan most épp számolgattam, hogyha Hogyha a teljes portfólióm esne 50%-ot, azaz megfeleződne a portfólióm értéke, akkor sem adnék el semmit. Szóval én nagyon-nagyon biztos vagyok abban, hogy hosszú távon jó lesz ez a fajta befektetés, ez a fajta befektetési stratégia, amit én követek. Az biztos, hogy nem ez lesz a legjobb év, amit, amit el tud gondolni egy befektető, de szerintem nem szabad most eladni részvényeket, ha bár tudjátok, ez nem pénzügyi tanácsadás, de én személy szerint biztos nem fogok megválni most csak azért részvényektől, mert esetleg piaci pánik van. Ugye most nem túl szép a helyzet, mondom, mínusz 13 ban van idén az S&P, de hogyha mínusz 50 ban lenne, én akkor sem adnám el a részvényeimet. Többnyire elég stabil vállalatok vannak a portfóliómban, szóval valószínűleg az osztalékaim nem lennének megvágva, vagy nagyon kevés százalékban lennének megvágva, szóval azokat folyamatosan kapom, illetve ugye tudjuk, hogy egy ekkora esés azért borzasztó jó lehetőség is egyben, nagyon jó áron lehetne megvásárolni cégeket, szerintem már most is nagyon jó áron lehet megvásárolni cégeket, de egy 50%-os esésnél konkrétan már a bőség zavara lenne, nem tudnánk mit, mit, mit vásároljunk, úgyhogy én nem félek a piaci összeomlástól, nem érdekelnek a pánikkeltők, én nem adok el részvényt pusztán azért, mert esetleg cashben akarom tartani a pénzt. A következő kérdés, amit nagyon sokan kérdeznek mostanában, hogy nem -e lenne érdemes most egy olyan cselt meglépni, hogy ugye most eladjuk az összes részvényünket, és akkor megvárjuk, amíg a piac teljesen összezúl, és akkor sokkal több részvényt visszavenni. Hát én ennek abszolút nem vagyok a híve, konkrétan azért, mert hogy egy, nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen összeomlás. Kettő, nem tudjuk, hogyha lesz is, annak hol lesz a legalja. Három, hogyha eladjuk a részvényeinket, de, és utána elkezd egy kicsit emelkedni a piac, akkor, akkor mit csinálunk? Mert akkor ugye kint ülünk esben, a részvényeink nincsenek meg, a piac elkezdett emelkedni, lehet, hogy bepánikolunk, hogy rossz döntést hoztunk, visszavesszük a részvényeinket, és utána jön az összeomlás. <laughs> szóval ennek szerintem nem túl sok jó forgatókönyve van, legalábbis az a jó forgatókönyv, ugye, hogy most eladnánk a részvényeinket, mondjuk két-három hét, egy-két hónapon belül jön tényleg egy 30-40-50 százalékos esés még ehhez képest, ami most van, és akkor sokkal több részvényt visszaveszünk. De sokkal több lehetséges rossz forgatókönyv van, ugye ezek, amiket említettem, hogy nem tudjuk, hol lesz a piacalja Ugye az is kérdés, hogy mikor jön egy ilyen 30-40 százalékos esés, te akkor belemersz-e még venni bármibe, mert nem félsz attól, hogy tovább esik. Úgyhogy én semmiképp nem követném ezt a stratégiát, megmondom őszintén, hogy most eladjak mindent, és várjak arra, hogy majd esetleg több részvényt visszavegyek, mert, mert nagyon, nagyon nehéz azt eltalálni, hogy ez az egész, az egész elképzelés jól elsüljön. Így, így kimondani könnyű, hogy most eladom, és akkor visszaveszem, de, 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 azért gyakorlatban ez szerintem sokkal nehezebb eltalálni, mint, mint, mint kimondani. A negyedik kérdés, amit szintén sokan kérdeztek, hogy érdemes elkezdeni befektetni akkor, hogyha csak havi 50 vagy havi 100 dollárt tudtok befektetni. Már többször elmondtam ezt is, hogy szerintem nagyon-nagyon érdemes elkezdeni befektetni akár havi 50 dollárról is. Ugye attól is az is nagyon sokban függ, hogy, hogy te hány éves vagy, mert ahhoz a fajta stratégiához, amit én követek, és amiről én mindig beszélek, ehhez nagyon hosszú időtáv kell, mert ezen a hosszú időtávon jön ki a kamatos kamatnak az ereje. Szóval, ha te mondjuk most 18, 20, 22 éves vagy, akkor abszolút megéri elkezdeni, akár havi 50 dollárral is befektetni, mert 30, 40, 50 éves korodra borzasztó nagy vagyon tudsz felépíteni még ebből a nagyon kevésnek tűnő havi 50 dollárból is, amennyiben ezt folyamatosan be tudod fektetni, vagy esetleg későbbiekben növelni is tudod. Plusz, hogy ugye kialakul benned az a készség, hogy minden hónapban tegyél félre pénzt, és azt, azt fektest be, ez a készség is már alapból szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy. Úgyhogy szerintem igen, mindenképp érdemes elkezdeni befektetni, akármilyen kicsi összeggel is, egymást hosszú távon a kicsi összegeknek is a kamatos kamat erejével uh, borzasztó nagyra tudnak nőni. Kettő pedig ugye, hogy kialakul benned ez a készség, hogy félretegyél pénzt, hogy meg tudj takarítani, hogy, uh, hogy tudatosan költekez, úgyhogy nagyon-nagyon sok előnye van amellett, hogy ugye gyarapodik a pénzed. És amit még nagyon sokan kérdeztek, hogy melyik broker ajánlom. Na most, ezt szeretném nagyon nyomatékosítani, hogy én nem ajánlok egyetlen broker céget sem, mivel nem vagyok pénzügyi tanácsadó. Akik követitek a csatornát, tudhatjátok, hogy én a Trading 212 t használom, és a Revolutot használom. Ha már a Trading 212 nél tartunk, akkor ne felejtjétek el, hogy a Zsolt kódot használva, hozzájuthattak egy darab ingyen részvényhez, ami nem drágább, mint 100 euró. Erről a videó leírásában bővebb információt is találtok. Na de visszatérve én ezt a két brokert használom, Trading 212 t és a Revolutot, de én személy szerint azt gondolom, pláne hogyha nagy összeget akarsz befektetni a a részvénypiacra, akkor szerintem is az Interactive Brokers a legjobb választás. Ugye az Interactive Brokersnél, ha jól tudom, akkor megvan ez a 100 ezer eurós vagy 100 000 dolláros tőkevédelem, ami nagyon-nagyon fontos bróker cégeknél, mert ugye ha csődöt jelent a bróker, neked a, a pénzed elvileg akkor is biztonságban van. A Trading 2, 1, 2 -nél ez nél a, ez, a, ez a küszöbb határ a, a saját honlapjuk szerint 20 ezer, mindössze 20 ezer euró, ugye én nem értem el még ezt a szintet, most ér nagyjából 13 ezer dollárt a portfólióm, szóval még nem tartok ott de ott csak 20 ezer euró a küszöbb határ, szóval ebből a szempontból mindenképp jobb az interaktív brokers, mert ott ugye megvan a 100 ezer eurós, vagy 100 ezer dolláros, nem tudom pontosan, de megvan a 100 ezeres tőkevédelem. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem broker cég választásakor, a másik pedig, hogy ugye volt ez az inactivity fee, amit nagyon sokan nem szerettek az interaktív brokersnél, de ezt a tavaly kiszedték, szóval most már lényegesen olcsóbb is ez a broker. Nos, ezek voltak a leggyakoribb nézői kérdések, amiket most igyekeztem nektek megválaszolni. Kérlek, amennyiben bármi kérdésetek van, akkor írjátok meg hozzászólásban, és majd még a Közel jövőben akkor készítek ilyen videókat, hogy minél több kérdésre tudjak válaszolni. Kérlek, amennyiben tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, amennyiben nem lennétek még, iratkozzatok fel. Tudjátok, hogy ha szeretnétek anyagilag is támogatni a csatornát, akkor a csatlakozás gombra kattintva ezt megtehetitek, havi 1000 forinttal tudjátok támogatni akkor a csatorna működését, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!